Hosszú utat járt be, míg a bátaszéki színpadra elért Molnár Ferenc Caramel, a bátaszéki bornapok sztárfellépője. A szolnoki születésű énekes számos szakmába belekóstolt fiatal korában, majd 2004-ben jött a várva várt fordulat, amikor jelentkezett a második Megasztár televíziós tehetségkutató versenyre, amit meg is nyert. Bár a zenei karrierje itt kezdődött, ő már gyerekként is szerzett dalokat és foglalkozott a zenéléssel. Azt mondja, annak ellenére, hogy egy tehetségkutató versenynek köszönheti sikereit, nem hiszi, hogy a most futó versenyeknek van létjogosultságuk, mivel szerinte ezek nem tehetségkutatók, hanem showműsorok. És azt látjuk, hogy megnyerik, nyernek egy valak pénzt, amit egyébként általában így kihúznak a lábuk alól, különböző menedzsmentek, vagy szélhámosok, vagy bárki, és utána nagyon gyorsan eltűnnek nagyon tehetséges emberek is. Caramel a bátaszéki bornapokon ízelítőt adott zeneszerzői és előadói tehetségéből, kiváló hangjából, amit számos díjjal elismertek már. Nekem a legnagyobb elismerésem, itt szakmailag mondjuk díj, az mondjuk a Máté Péter díj, ami ugye egy állami kitüntetés, és a Liszt Ferenc díjjal van egy dimenzióban, egy magaslatban, ami azért egy elég súlyos elismerés. Arra nagyon-nagyon büszke vagyok, Máté Péter miatt is, meg hát azért az embert nem minden nap tünteti ki az állam, úgymond. Idén megkaptam a második fonogramdíjamat is, ezt a másodikat már mint dalszerző vehettem át, úgyhogy ez egy nagyon fontos és nagyon inspiráló visszajelzés, de amúgy meg minden nap olyan visszajelzéseket kapok a közönségtől, akár a színpadon, vagy mondjuk a közösségi platformokon keresztül, amire szintén nagyon büszke vagyok. Szóval nem csak ezek a, nem tudom azt, hogy 10 évente vagy 20 évente az ember kap egy díjat, nem csak az a fontos, hanem én azt gondolom, hogy a hétköznapokban is meg kell találni azokat a visszajelzéseket, ami inspirál minket, és tudunk előre menni, és akarunk fejlődni ezáltal, és még jobb dolgokat adni a közönségnek. Caramel kislányának betegsége és a magánélete miatt az utóbbi időszakban kevés helyen lépett fel, de azt mondja, most úgy állnak a dolgok, hogy ismét a zenére tud koncentrálni. Nem igazán arról szólt az életem ebben a bizonyos időszakban, hogy a munkára koncentráljak, úgyhogy éppen ezért volt az, hogy kevesebb helyen is léptem föl, meg nem nagyon jelentek meg abban az időszakban dalaim, de ezt majd így szépen mostantól kezdve lehet számítani, most már dalokra is, meg nagyszabású koncertekre is. Caramelnek eddig 7 albuma jelent meg, a következő lemeze is készül már, amin nem a társadalomkritika dominál majd, hanem az érzelmek. Én azt gondolom, hogy mint a legutóbbi lemezemnél, a 7-esnél, azt nagyon szerette egyébként a közönség, ellentétben az Epicentrumban, amit annyira nem, ott viszont nagyon sok ilyen társadalomkritika volt, az egy szikárabb lemez volt, a 7-es lemezen pedig egy ilyen, hogy mondjam, ilyen dallamosabb, igen, romantikusabb, úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a vonalon fogok talán tovább menni a következő lemezzel, és mindenképp emberközeli témákat szeretnék, egyszerű érzéseket, tényleg olyan történeteket elmesélni, nyilván burkoltan, amiken úgy érzem, hogy keresztül mentem, vagy tudok valami olyasmit megfogalmazni a dalokban, ezekről a történetekről, ami talán segíthet másoknak. Azt gondolom, hogy szerteágazó lesz. Mondhatom azt is, hogy stíluskavalkád, bár mindig megvan minden lemezemnél egy ilyen határozott, egy határozott karaktere minden lemezemnek van, én azt érzem, hogy ennek is biztos lesz valami. Azt gondolom, hogy kicsit talán ez a mi a jó szó. Hát ugye a 90-es évek hangzását próbálom egy picit, vagy azelőtt próbálok leginkább tisztelegni majd ezen a lemezen, úgy gondolom, de ez még lehet, hogy változtat, de természetesen valamilyen szinten modern formában. szem.